Szeretettel köszöntöm a vasárnapi ige nézőit a televízióban, a képernyők előtt, BÖJT harmadik vasárnapján. A mai vasárnap evangélikus egyházunkban előírt igéjét olvasom fel önöknek, Lukács evangéliumából a 11. fejezet 14. versétől a következőképpen. Egyszer azután Jézus egy néma ördögöt űzött ki, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma. A sokaság pedig elcsodálkozott. Néhányan közülük azonban így szóltak, Belzebubnak az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Mások pedig kísértették, és mennyei jelt követeltek tőle. Ő azonban ismerve gondolatait, ezt mondta nekik. Minden ország, amely meghasollik önmagával, elpusztul és ház, házra omlik. Ha a sátán is meghasollik önmagával, miképpen maradhat fenn az országa? Ti azt mondjátok, hogy én Belzebub segítségével üzöm ki az ördögöket. De ha én Belzebub segítségével üzöm ki az ördögöket, a ti fiatok kinek a segítségével üzik ki azokat. Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezik hozzátok az Isten országa. Amikor az erős fegyveres őrzi a maga palutáját, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb tör ellene és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, tékozol. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keresve, és amikor nem talál, akkor így szól, visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, kisöpörve és felékesítve találja. Aztán elmegy, vesz maga mellé, még másik hét magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak. Annak az embernek az utóbbi állapota pedig rosszabb lesz az elsőnél. Amikor ezt mondta, a sokaságból egy asszony felemelte a szavát, és így szólt hozzá. Boldog az az anyami, amely téget hordozott, és boldogok azok az emlők, amelyek tápláltak. Erre ő így felelt, de még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják. Amen. Kedves tévénéző testvérek, úgy látszik, hogy az ember nem változik ha történik valami számára szokatlan, eddig elképzelhetetlennek tűnő, hihetetlen dolog, annak szeretné tudni a mikéntjét, és keresi a magyarázatot. De nehéz elfogadni, amikor valami újról hallunk. Nagyapám jut eszembe, amikor még ritka volt a fényképezés, maga készített gépet a maga számára, és azzal fényképezett és ő maga hívta elő a fényképeket is. Pontosan tudta, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy a kép elkészüljön. Később aztán amikor egy videókamerát látott és megnézhette rajta, azt a felvételt, amit készítettem róla néhány perccel korábban, akkor értetlenül kérdezte: "De mikor hívtad elő a felvételt, hogy én azt most megnézhessem?" Mert az általa jól megtanult folyamattól merőben eltérő új dolog került elé, amit nehezen értett meg. Valami ilyesmi történt és történik Jézus körül. Valami újat, addig nem tapasztaltat, nehezen érthetőt hozott és hoz a világba. Akkor ott ebben a történetben kézzelfoghatóan Isten szeretete jelent meg, amely nem csupán majd valamikor, földi életünk lezárása után, hanem már itt a földön akar segíteni, és mindent megadni, amire szükségünk van. Megadni a szabad, a gonosztól független életet. És amikor ennek megvalósulását látják az emberek, nem tudnak, tudják, mit kezdjenek vele. Talán már abban az időben is voltak csaló mágusok, akikről oly sokszor kiderül, hogy csupán becsapják az embereket. Valójában azonban semmiben sem különböznek tőlünk. Talán csak ügyesebben forgatják a szavakat és a tárgyakat, mint mi. Sokan arra gondolnak, hogy Jézus tette is ilyen csalás, ami csak az ördöggel való összebeszélés kapcsán jöhetett létre. De még mielőtt elítélnénk őket, az akkor Jézus körül állókat, gondoljunk bele azon, ők azonban, hogy vajon mi ma mennyire tudjuk elfogadni Isten munkáját az életünkben. Mert ma is történik sok minden Isten szeretetéből az életünkben. Értjük és tudjuk ezt? El tudjuk fogadni? Vagy mindenféle megszokott magyarázatokkal igyekszünk elfogadhatóbbá tenni az önmagunk számára is. Jézus az őt ért vádakra nem a megszokott emberi módon válaszol nem kezd el tiltakozni, nem bizonygatja, hogy ez így és így volt. Inkább a kérdezők kérdésének végig gondolásával mutat rá a válaszra emberi oldalról. Ha egy ország önmaga ellen támad, akkor annak összeomlás lesz a vége. Ha a vádaknak megfelelően működik is az emberek között Jézus, milyen nagy eredmény lenne már az is hiszen a sátán ereje teljesen összeroppanna. De aki így akarja megmagyarázni Jézus munkáját, és nem képes észrevenni, elfogadni a valóságot, a saját utódai ítélik el. És valóban. Hányszor gondolunk azokra az emberekre, akik ott voltak, akik látták és hallották személyesen is Jézust, hányszor gondolunk rájuk rosszallóan, Közben pedig azt mondjuk, ha mi ott lettünk volna, de mielőtt még tovább gondolhatná az ember, és tévesen saját magáról állítana fel jó képet, Jézus tovább lép. Elmondja, amit ugyan látnak, de amit nem akarnak érteni, arról szól, hogy az Isten újjával cselekszik ő. Benne az Isten, Isten maga van jelen közöttük. A Jézus körül történő minden eseményben sokkal nagyobbról van szó, mint a sátán. Elérkezett az, amire rég vártak. Isten országa van jelen Jézusban. Nem majd valamikor lehetnek részesei ilyen-olyan teljesítményük kapcsán az emberek. Ha elfogadják, akkor már most részesei lehetnek ennek az országnak, Jézusban. Ma sem mond mást a mai igehallgatóknak hallgató, ige Jézus. Bőt idején különösképpen is arról van szó, hogy benne Isten szabaddá akar tenni, ha meglátjuk, hogy nagyobb ő az embereknél. Ha észrevesszük mindabból, amit rajtunk is cselekszik, hogy nagyobb ő az ördögnél is. Mert benne már most a mi életünkben is az Isten országa van jelen, annak lehetünk részesei. Megszabadítani pedig nem csaló módon akar, hanem Isten bűnbocsátó szeretetével, mert ez hoz igazi szabadságot mindannyiunk számára. De Jézus szava egyben figyelmeztet is. És a bőti időben ez a figyelmeztetés különösképpen is fontos, nem elég, hogy egyszer Jézus elé állunk, és ő megtisztít minket, mert erősebb a sátánnál is. Olyan lesz a szívünk, mint a kisöpört, kitakarított lakás, tiszta. De ha nem maradunk meg mellette, az Isten országát közénk hozó Jézus mellett, akkor egyben üres is lesz ez a ház. Ezért visszajön az ördög, ha kell nagyobb erővel is, hogy újra hatalmába kerítse. Mert az Isten országa ezen a földön csak Jézusban és csak Jézusnál van jelen. Ő az erősebb fegyveres, de ha nem maradunk meg nála, akkor felesleges minden jó igyekezet. Bőjtben talán, reménységem szerint, többekben felmerül életük Isten előtti rendezésének az igénye. Igyekeznek hát megállni és bűnbánattal, igeolvasással vagy legalább templomba járással rendezni életüket az Isten előtt. Szép és dicséretre méltó igyekezet. Ahogyan husvét ünnepére igyekszik mindenki kitakarítani, elrendezni mindent, hogy az ünnep szép legyen, hogy az ünnepen minden szép és tiszta lehessen, örömmel lehessen együtt a család és rendben fogadhassák a vendégeket de egyikünk sem azzal ünnepel, hogy elmegy otthonról mondván, vigyázni kell a tisztaságra, nehogy bepiszkítsuk azt, amit kipucoltunk. Az üresen hagyott lakás tönkre megy, és még nagyobb csábítás jelent a betörőknek, a besorranó tolvajoknak. Amikor egy asszony a sokaságból arról beszél, milyen boldog az, aki Jézus körül tehetett, tett valamit, Jézus arról beszél, hogy nem a megtett dolgok igazán a boldogítók, hanem a megéltek, az éppen most zajlók Istennel kapcsolatban is. Nem az a lényeg, hogy mi történt egykor Jézussal, Istennel kapcsolatban az életünkben. Mint hogy nem az a fontos, hogy valaki gyermekkorában hányszor ment el gyalog is akár a templomba. Szép és fontos dolgok ezek is. De ma az segít, ma az a fontos, hogy ma legyen élő kapcsolatunk az Istennel. Az, hogy ma elmegyek-e a templomba figyelni az Isten szavára. Ne csak egyszer takarítsuk ki a házat, hanem azután engedjük, hogy ott lakjék Jézus. Hallgassunk az ő szavára, hallgassuk az ő szavát, és cselekedjük azt életünkben. Egyedül nem megy. Mert ott az ördög, aki mindig kész arra, hogy magához kössön, fondorlattal vagy nyíltan. De van erősebb fegyveres. Bőt idején is szükségünk van tehát arra, hogy megálljunk Isten előtt, és rábízzuk magunkat minden jóval és rosszal életünkben. De azután is meg kell maradnunk mellette. Nem elég egy szép ünnepet készítenünk, hogy azután hónapokig beszélhessünk róla, és fényképeket nézegethessünk, hanem ünnepelni örülni kell annak, hogy velünk az Isten országa Jézusban. Amen.